Az Alfacit Kft. 2005-ben családi gazdaságként kezdte meg működését Karcagon, akkor még 200 hektáron termelt különféle haszonnövényeket, majd fokozatosan bővítette kutatásfejlesztési részlegét. 2013-ban bejelentette első cirok hibrid nemesítését. A cég akkoriban 60 ezer zsák cirok vetőmagot értékesített. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy 2023-ban, tehát az idei évben megközelítőleg már 7-7500 tonna vetőmagot értékesítünk, ez vegyesen, 22 növényfajból, aminek a javarészét itt ebben az üzemben, vagy ezen a telephelyen dolgozzuk fel. Termeltetünk gyakorlatilag Magyarország egész területén, illetve Felvidéken is. Jelenleg 55 munkavállalóval végezzük ezt a tevékenységet, ez egy nagyon intenzíven fejlődő, gyakorlatilag 2018-ban a munkavállalói létszámunk az 23 fő volt, tehát a fejlődés az egy nagyon intenzív irányt vett, illetve a 2022-es évtől a cirok nemesítés mellett, ami az egyik fő növényünk volt, bevontuk a portfólióban napraforgó nemesítést is, ami gyakorlatilag a hosszú távú jövőket fogja biztosítani, és nagyon reménykedünk benne, hogy fent tudjuk tartani ezt az ütemű fejlődést, illetve fent tudjuk tartani azt a rugalmasságot magunkban, ami szolgálja ezt. A kutatás-fejlesztési program több mint 60%-át továbbra is a cirokfélék nemesítése jelenti. Tavaly óta pedig már a napraforgó nemesítés is része a vállalkozás életének. A cég számításai szerint a következő évtizedekben ez meghatározhatja majd leginkább a vállalkozás működését. De új utat jelent az úgynevezett szudáni fű is, amely a klímaváltozás jelentette kihívásoknak is megfelel. Emellett kiválóan alkalmas szénatermelésre, zöld takarmánynak és legeltetésre is. Egyre modernebb eszközöket, technológiákat, technikai megoldásokat, precíziós megoldásokat használnak, nem csak mi, hanem a körülöttünk lévő gazdálkodók is. Ellopkodjuk, elcsipkodjuk egymástól a jó gyakorlatot. Nem szégyeljük átadni, és nem szégyenünk tanulni a másiktól. Nagyon odafigyelünk, hogy a gazdálkodókkal, akikkel egyébként kapcsolatban vagyok, milyen igények jönnek vissza, milyen visszajelzések vannak tőlük, milyen problémákat vetnek fel, amire megoldásokat kell tanulni. És én úgy gondolom, hogy egy nagyon egészséges, és hogyha ez nem irítséggel párosul, és azért nagyon sok esetben az a jellemző, hogy egy valódi versenyhelyzet alakul ki a gazdálkodók között, akár itt a régiónban is, és nem a másiknak akarunk rosszat, hanem inkább leszeretnénk hagyni a másikat gazdálkodásban és eredményben. Ma már megközelítőleg 9000 négyzetméteres területen folyik a kutatásfejlesztés, illetve a raktározás. 55 munkavállalójával a cég komoly foglalkoztatónak számít. Ennek ellenére ragaszkodik családi gazdaságból eredő hagyományaihoz. Többször ismerték el például családbarát munkahelyként az Alfacit Kft-t.